A Jászkürt utca és a Hotel Pelikán parkolója közelében felállított óriáskerék népszerű a szolnokiak körében. A Szolnokány névre hallgató városnéző óriáskerék 30 méter magasra viszi fel a bátor vállalkozókat. Erre az óriáskerékre mászott fel valaki szatyorral a kezében. Akik látták, nagyon megrémültek és azt hitték, hogy az illető öngyilkosságra készül. Hívták a segélyhívót, azonban mire a mentők és a tűzoltók kiérkeztek a helyszínre, kiderült, hogy egy karbantartó munkás mászott fel az óriáskerékre, hogy kisebb javítást végezzen. Ilyenkor és az év többi napján is a szolnokiak igencsak odafigyelnek egymásra, és ennek köszönhető volt, egy kisebb riadalmat keltett, hogy az egyik járókelő azt tapasztalta, Szolnok óriáskerekén valaki mászik, felfigyelve erre azonnal riasztotta a tűzoltókat, mentőket, mire kiérkeztek, szerencsére kiderült, hogy valójában csak az óriáskerék egyik karbantartó munkása, aki egy izzó cseréjére mászott fel. Igaz, szerencsére ez csak egy félreértés volt, de továbbra is maradjunk egymással, egymásra odatekintőek, figyelmesek, mert sose tudni, hogy kiszorul éppen lelki vagy testi segítségre. Ilyenek a szolnokiak, összetartóak, odafigyelnek egymásra, és hát szerencsére most nem történt semmi gond. A Jászonykon Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság is arról adott tájékoztatást, hogy pánikra semmi ok, nem egy civil mászott fel a kerékre, hanem egy dolgozó tartózkodott a monumentális építményen, mégpedig azért, hogy megjavítsa a meghibásodott világítást.